Itt a Bialex Rehab album, teljes lemez, ez a Bialexnek a playlistje. Ha ide lejössz, akkor ebben a playlistben benne van a Roberto, ha eljön majd az éj. Azari a Dash Habibi, a Take a Cool Nap in a Summer Day ASMR. Erre alszik a Bialex. You still feel pretty hot. Ja, igen, itt van még egy, igen, itt van. Treating your wounds. This one, perfect. Okay. Ő Bialexnek a doktora. Bialex, te mikor csinálsz már ASMR videó? Alright, na. Aaa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 
fektetni. Szerintem az, az amúgy egy cool ideológia, nem? Ilyeneket akartok velem hallgatni? Milyen, milyen humorérzéket? Sziasztok, srácok, itt Channy Channel, és most leszek már 10 éves, de picit felpörgettem az idő kerekét, és hoztam nektek egy nagyon vicces videót. 24 óráig felnőtt lettem, és becsajoztam rendesen. Hogy micsoda? Tinderezni fog? Na, nézzük, hogy megy ez. Vigyázz, röhögés veszély. Bánki 71 kukac@gmail.com. Milyen kár lenne, hogyha valaki a nézőim közül mailbombolná amúgy, nem? Ezzel meg is vagyunk, na most bereg is. Hát ezzel nem fogsz csajt felszedni, max a nagymamádat, haver. Rálok a Tinderre. Itt se kell mást megadni, mint pár kamu adatot. 1960-ban nem hiszem, hogy születtek Csanád nevű emberek. Lássuk csak, mi a nőknél a felhozatal. Hol van már egy jó nő? Egyik kancsal, másik kövér. Mi a jó ebbe a Tinderbe? Mint hogyha ezekről a dolgokról tehetne bárki. Ilyen típusú előítéletet mutatunk a gyerekeknek. Ez biztos, hogy jó felé vezet? Ezt biztos, hogy a gyerekeknek kéne mutatni ezt a tartalmat? Én ezt miért nem láttam eddig? Ez hogy nem jutott el eddig hozzám? Én kérem az értesítéseket erről a csatornáról. Ez nagyon gáz. Új nagyit keres magának a Tinderen? Vagy mi a fasz, geci? Ez nem hiszem el, szörnyű! Másik kövér. Mi a jó ebbe a Tinderbe? Próbáljunk meg meccselni. Á, szuper! Elhívom Rand? Mi van, Emma? Na, próbáljunk meg meccselni. Ez egy szerkesztett kép, ez a meccs. Hát ez, milyen minőségben van ez az It's a Match? Nagy lófasz, nem is meccselt senkivel. Ez egy random nőről letöltött kép. Nézd meg! No. Itt, hogy Anna, látod, Anna, 61. Utazás, kávé, meg minden. Melinda nemrég aktív, Jánosné. Itt írja a kilométert, meg minden. És odaérünk Annette-hez. Az alap Sony Vegas-os betűtípussal van odaírva, hogy Annette 42, és még levágva sincsen a kép, és itt alatta, konkrétan látszik, hogy ki van, tehát itt kijött a vonalból a kép. Úristen. A Tindert reklámozzuk átveréssel egy kisgyerekkel. Gyerekeknek! Egy 18 pluszos appot. Elhívom Randira. Meg sose randiztam, segítsetek, hogy kell erre felkészülni? Annette átküldte, hogy készülődik. Ez ki? Ez az anyukája? Nézzük csak! Jó, azt láttam, hogy virágot kell vinni a lányoknak. Mert azt nagyon szeretik, ha kényeztetik őket. Ez az anyukája? Meg szerintem meg fogom hívni. Mi a faszom ez a videó? Piára. Meg fogja hívni valami piára ember. 5 éves vagy! Rejtett kamerás felvétel, hogy randizik ezzel a nővel. De még a resampling sincs kikapcsolva rajta, tehát akkora ghosting van a videóban, hogy mindebből kettőt látsz, hanem háromat. Még a szerkesztés is szörnyű. Most már így alakult. Iszunk valamit? Hát, tudod mit? Oké, legyen, hogyha annyira akarod, és megkész valamire. Na mit iszol? Legyen egy kóla. Szóval pedofiliát hirdetünk? De jól hangzik! Nagyon gavallér vagy. Köszönöm szépen. Gyere, kocsincsunk. Issza a kubut, bazd meg! Úristen, geci! Úristen, geci! Kajak, egy pillanatra azt hittem, hogy a fiókomban van fegyver, és lelőhetem magam. Már nyúltam volna a fiókhoz, de rájöttem, hogy nem Amerikában élek. Szóval nincsen fegyver a fiókomban, de most lelőttem volna magam, ha lenne. Nem szabad Amerikába költöznöm. Messengeren keressétek Channy Channelt, és mindenkinek válaszolok, és a kövi vidimbe a 10. születésnapomat pörgetjük. No.
a 10. születésnapját pörgeti, de azért Messengeren írjatok rá, hogy holott amúgy Messengeren nem is lehetne fiókja 13 év alatt. Mindennek a legteteje, ez annyira undorító. Majd a Bánki Beni válaszol rímekbe mindenkinek. Tudok népszerű TikTok hangot csinálni egy hét alatt, hogyha nem sikerül, pedig kisorsolok 30 000 forint értékben. Talán a TikTok az egyetlen platform, ahol pár perc alatt 800 követővel csinálhatsz egy olyan tartalmat, ami 1 millió embert is elérhet. Miután ez megtörtént velem, úgy voltam a dologgal, hogy easy, a TikTok kijátszva kell egy új kihívás. Használd ezt a hangot és mutasd meg, hogy mire megy el a legtöbb energiád. 3, 2, 1. Ez igazából úgy gondolom, hogy magáért. Ah, úristen, ez nagyon-nagyon-nagyon gyenge volt. Kérdeszél. Ahogy megnézed, azonnal fel vagy szólítva, hogy csinálj egy videót a hanggal, tehát nyilván nagyobb benne a potenciál. Nagyon-nagyon-nagyon röviden, ez vagy te, és ez a srác, akire azt mondja, hogy ne aggódj miatta. Nekem ez kifeje... Vallad, ez... Ah, nagyon... Ah, fú, de nagyon-nagyon-nagyon kirázott a hideg, ez annyira rosszak ezek. Kezetten tetszik, nagyon sok mindenre lehet használni, és mindenkinek van 1 milliárd mém alapja, amiből ki tud indulni. Te is arra gondolsz, amire én. Minket egymásnak teremtett az ég. Az ötletem igazából annyi volt, hogy erre bármit rá lehet írni, ami nagyon nem illik össze. Mint például én részegen és az iMessage. Ezt a videót miután feltöltöttem, még órákkal később is csak 50 megtekintés volt rajta. Nem tudom miért. Hallod, de szimpatikus ez az ember. Ja, mégsem. Ebben a hangban... Az kemény! Szerintem nagyon nagy potenciál van, sőt, nekem még a videó is tetszik. Azt viszont annyira nem gondoltam át, hogy ez a cigizős téma TikTokon. Hát a nézőimnek az elég nagy százaléka még valószínűleg abban a korosztályban van, mikor még menő cigizni. Egyből kaptam is a kommentet, hogy Stén, aki most gyújtott rá, te hát... legjobb királyok veled, újság vele úgy. Szerintem nem azért írta. Emberek cigiznek, de attól még lehetnek szimpatikusok és jó fejek, ne aggódj, hidd el. Nekem erről igazából annyi a véleményem, hogy ne. Kihasználni ilyen hangokat? Ne, bármit, csak ezt ne. Annyira kínos a videó alatta, és még a hangminőség is nagyon rossz. Miért nem mondanám én ugyanezeket a saját videóimba? Teljesen ugyanezeket. Miért nem mondanám alá én? Miért az én hangom legyen ott? Sokkal autentikusabb lenne, ha a saját hangom lenne ott, és nem másé. Tehát akkor igazából ennek semmi értelme nincsen. A TikTok hangoknak néha azért van értelme, de ebben a megvalósításban nem látok túl sokat. Kell egy vicces hang bele, vagy valami zene esetleg, vagy egy nagyon jó csattanó. Mindig megkértem az embereket, hogy használják a hangokat. És ezzel el is értem azt, hogy nulla videó készült a hangokkal. Na vajon miért? Amúgy a humor relatív és szubjektív, szóval ez csak nekem nem vicces, lehet, hogy valakinek vicces, amúgy meg a srácnak tök király videói vannak, egész cool. Kerámia kíkepek. Na jó, veszek kerámia kíkepeket, hogyha jó hangja van, megveszem. Mennyibe kerül? Micsoda! 150 dollár! És még nagy entert se adnak hozzá, hát nem adnak nagy entert hozzá, akkor mit csináljak vele akkor? Nincsen pénz, de a wellnessek meg fullon, és törvény írja elő, hogy az elit tovább nyúljon. A paraziták élősködők, akiket támogat a rendszer, nulla teljesítmény, a mottójuk, hogy vedd el. A hitelesség. A hitelesség az fontos. Aki ma este ott ül a páholyban, holnap esélyedve távozik. Ennek a Palinak viszont jó hangja van, ez tetszik. A másik parizerre pózolgat, meg kamuzik a néptek. Parizerrel pózolgat, meg kamuzik a népnek. Miért az Orbánék mit csinálnak? Csak kérdezem. Kiöregedett koncsi, akinek nem jutott a húzból, vagy a kamu keresztény, akivel az ereszen lecsúszol. Wow! Bro, Béfin Gyurcsány, Béfin Orbán, mindenkit bífelünk itt. A Szájért is bífeli, a Gyurcsányt is bífeli. Ez ilyen noir zene, ilyen. Noir rosszabb, noir tényleg rosszabb. Mi a f***om ez? Ilyenek kerülnek fel rólam az internetre, akkor lehet, hogy inkább nem is csinálok semmit.